Napokon belül elkészült Csepregen az Ady utcában egy teljesen kicserélt járdaszakasz. A töredezett, balesetveszélyes burkolat helyett egy új, betonos járdán lehet gyalog eljutni a temetőhöz. A járdaszakasz mintegy 60 méter hosszú, amelyet érint a felújítási folyamat. Ez az Ady utca, ahogy beérünk igazából Csepregbe Szombathely felől, az Ady utcának a pont a kanyaros része, nem tudom ezt egyszerűbben elmondani, az Attila utca és az Ady utca kereszteződése, talán így lehet a legcélszerűbben ezt beazonosítani. Ahogy megyünk a temető fele, itt található ez a felújítás, ami még olyan megfontolásból is kerül most kivitelezésre, hogy minden szentek előtt szintén nagyobb forgalom alá fog esni az út, és így tényleg egy olyan gócpont kerül kijavításra, ami a lakosságnak úgy gondolom, hogy egy hosszú évek alatt is létrejövő igénye volt. A feltörést követően egy vöröskavics alapot kapott a járda, és ezt követően pedig az eredeti útburkolatnak megfelelően kerül visszaállításra a járdaszakasz, tehát magyarul betonozzuk, és egy kicsit szűkíteni fogjuk a korábbi szakaszt, pont abból azokból kifolyólag is, hogy a fák gyökerei ne tegyék aztán ugyanúgy tönkre, tehát egy kicsit egy 35-40 cm-rel a kanyarnál visszább vettük a járdaszakasznak az ívét, így úgy gondolom, hogy tényleg időtállóbb lesz ez a kivitelezési folyamat, és a másik, ami miatt pedig tényleg úgy gondolom, hogy egy nagyon hasznos és fontos dolgot tudunk kivitelezni. A meglévő útburkolatot bontókalapát segítségével fel kellett törjük. Ez mindez azért is érdekes, hiszen ha korábban nem kerültek volna beszerzésre ezek az eszközök, mint például egy betonkeverő, nem tudtuk volna ezt a folyamatot sem könnyedén kivitelezni. Így saját eszközökkel, saját erővel kollégáim nekiálltak, és mintegy másfél-két hét leforgása alatt tervezzük véglegesen befejezni a járda építését. Csepreg városvezetése egy tudatos gazdálkodás következményeképpen úgy döntött, hogy egy újabb olyan átfogó fejlesztési folyamatot valósít meg, mely a lakosság szemében is úgy gondolom, hogy tényleg egy igazán nagy lépés jelent, hiszen egy olyan kritikus járdaszakasz felújítását valósítjuk meg napokon belül, amely hosszú-hosszú évek során folyamatosan probléma volt, hiszen a mögöttem látható szakasz természetesen egy olyan központi átkelőhely, ahol tényleg viszonylag nagy az áthaladás, és az évek hosszú-hosszú sora alatt teljesen széttörlezett a járda, balesetveszélyes volt. A leges-legelső feladatunk az volt, hogy a gyalogosok áthaladását biztosítsuk, hiszen a túloldalon, mivel nincsen megfelelő járdaszakasz, emiatt a balesetveszély elkerülése érdekében egy külső szolgáltató segítségével megfelelő sávot alakítottunk ki, amelyben így a közlekedés biztosított. A kollégái munkáját semmibe véve hétfő délutáni órákban egy illető szépen végigjárta az általunk elkészített járdaszakasz egyik részét. Kárt okozni nem tudom, hogy miért öröm másoknak, látszik az is, hogy tényleg szándékosan végig trappolva egy lekerített szakaszra besétálni nem egy szép dolog, én úgy gondolom. Sajnos semmibe veszik azt a munkát, amelyet kollégáim tényleg mindent, szívüket, lelküket beleadva végeznek.